Egy 20 perc és ott leszek, jó? Jó, bocsi, megyek, csecse. Helyzet! Csak beugrottam a babzsákérésre a sámiért. Igen? És mi a francnak kellenek? Tündi ezeken akarja csinálni. Tudod? Úgyhogy két választásunk van. Vagy hazaviszem ezeket, vagy átjövünk hozzád és így csináljuk. Nekem mindegy, te döntsd el. Hát tudod mit? Inkább vidd el. De nehogy úgy járjon, mint a múltkor. Az félreértés volt. Majd vigyázok. Egy estére visszahozom. És egyben. Te színhabod, nincs? Na húzz a francba. Wow. Yeah! Pow! Szevasztok, testvéreim! Mi van veletek? Megjött cápolpátó! Beszótlanok vagytok! Ez hallatlan! Beszartatok mi? Látom, leikráztál kis csírat. Milyen zúzós napom volt, vazzeg! A bringám teljesen megőrült! Akkor a vitát generált, hogy még a mágusok is megirigyelték volna! Ne ragudj! Ismerjük egymást! Bocs, vazzeg! Maga biztos a Rafael paterja! Figyelj, mondta, hogy ugorjak el! Én cápa vagyok! De hívj nyugodtan csak! Nagy fehérnek! Közeli haveroknak megengedem! Hát ez megtisztelő! De hogy kerültél ide? Nyitva volt az ajtó, papi! Ennyi! Szóval... Nagy fehér! Mi is történt pontosan? Bázolom, bráte! Órák után állok a súly előtt, lököm a vakert az egyik 10 pontosnak, mire megjön a csajom, és bár nem osztottam neki lapot, elkezd nekem pirítani, hogy én mit pakolom az arcomat másoknak. Eddig vágod? Vágom. Mondom neki, te! Figyülszál már! Hát azért, mert egy kis időre leparkoltam az udvarodon, az még nem jelenti azt, hogy belezizeket szabba kitengedek az ülésemre. Vágom mi a kotta, nem? Persze, vágom öregem. Na, hát mit képzel már magáról? Esetleg azt, hogy tisztelettel bánnak vele? Tessék, mivel? Mindegy, folytasd. Erre a kisülő kiabálni kezd, majd lepirít egy akkora tenyerest, hogy az arcom majdnem átköltözött a tarkomra. Akkora düvel küldte a kezét, hogy az ujjanyomata beleégett a DNS-embe, bazzeg. Simán följelenthetném a jardon. Csak nem akarom. Nyilván, bazze. De mit is keresel itt? Ja, semmi, bráte! Rafael mondta valamelyik nap, hogy átugorhatnék egyet. Snúzol. Most ez mit is takar? Hát, snúzol. Vágod mi a poszter, nem? Ja, persze, vágom. Na, ennyi a sztori. Elszerkesztett nap után gondoltam, meglátogatok egy régi habercsókát, Robit. De Rafaelt akartam mondani, nem? Ja, persze, őt. Nekem mindegy. A gyerek csak arra jók, hogy megcímkézzenek minket. Mert az igazi lényegünk az itt lakik.
Azt amúgy nem magamtól tudom, valami bútorkatalógusan olvastam. Figyelj csak! Mikor is hívott téged rá fel? Nem nagyon akar nekem beugrani ez a cápa név. Néha úgy elhangzik egy-egy ponty, vazze esetleg keszeg, meg néha egy-egy neci. De a nagy fehér valahogy nem akar beugrani. Ponty, vazze, meg néhány keszeg. Ponty, vazze, meg néhány keszeg. Ponty! Kumá! Hát emlékszem én arra! Hát, hogy 12 év, hogy kirúgtak a suliból. Azóta csak kívülről sasolom még tartózkodásról. Micsoda? Mit akarsz ezzel mondani? Nyugi, papi! Rafaelre jóba voltunk, és gondoltam, hogy megbúszottál magam, mint pár napig. Na, mi a baj, Rafael? Nyugi, számát nem tudunk felkapni a vizet. Na, miért? Ilyen stázunk van, zze! Figyelj, kell adok egy kis füvet, aztán elszívott meg mindenki! Szívunk kell is! De hát mi vagyunk én, Orik, ami jó, figyelj, ha kell valamit, mondom, szerzünk egy kis napalmot, aztán itt hátul a játszó télen küldhetnék már így ilyet a halmadunkba! Mit szólsz? Azt, hogy címzájra szájra turbincs, mert különben beleépítelek a betonba. Vágod. Na akkor rossz szépen szedd össze a sátorfádat, és húzz el innen a francba. És azt is felejtsd el, hol lakunk. 22! Szia, Tony! Hát volt? Rafikám, édes fiam! Annyira sajnálom, hogy piszkáltalan a külsőd miatt. Te igazából egy nagyon-nagyon normális srác vagy. Másokhoz képest. Sziasztok, valamiről lemaradtam. Rafael normális? Apa, jól vagy? Nagyon jól vagyok, és nagyon szeretlek titeket, és most már nem gondolkozom azon, hogy elcserélek. Miért eddig gondolkodtál? Mi az? Mit csináltál? Semmi. Na ne kamúzz! Tudom, mikor vágsz ilyen képet. Itt csak felvázoltam apának egy sokkal rosszabb lehetőséget. Micsoda? Semmi, majd elmesélem. Halló, igen? Nem, én Wagner Rafael vagyok. Nem, nem rendeltem George Clooney szexbábút. Maga teljesen hülye? Uram, én még csak 15 éves vagyok. És heteroszexuális, érti? Pontosan tudom, hogy mire vágyom. Tudom, hogy miről beszél. De éppen a pénz miatt ebben a házban maximum anyám rendelhette volna meg. Bár szerintem Clooney-nak lófeje van. Nem, nem érdekelnek az ellenérvei. Maga megőrült? Rossz számot hívott, ennyi. Nem hiszem el, ma mindenki meghűlt. Nekem elárulhatod, ha Clooney babára vágysz. A sírba viszem a titkod. Na menj a francba. Mi van? Elvette az öreget? Igen, meg is ölelt. Jövök neked egyen. Á, ugyan semmiség, hagyjad már. Elég, ha idadod a lét. Te, van hátsó kijáratotok? Ja, arra. Te lefizettél valakit, hogy... Hogy apát átverjen? Igen, pontosan ezt tette. De nem ezt élvezéred. Mondjuk úgy... Segítettem apának tisztán látni. Itt van a hátam mögött, ugye? Rafi. Te kis rafinált sátánfattya. Majd segítek én neked belülni ezt a képet. Úgy túlexponálom, amennyire csak lehet. Két étszom fogság. Apa, nem... Három! Megyek, megbüntetem. Épp megérkedtem és ne elpályázom. Apa, megbüntetett. Szia, Koresz! De megígértem, hogy megmutatok ma egy-két Kung Fu Ritt-Berger. De nem engedi, hogy éljem az álmaimat. Persze, mindjárt én leszek a hibás a női külsődért is. Ez a beszélgetés zátonyra futott, mint egy magányos vitorlás egy fáradt tavaszi reggel. Mi bajod vele? Egy költőnő veszett el benne. Babzsák, Sámli, kisegér. Persze, megvan. Tejszínhab. Tudok róla. Úristen, láthatod, hogy néz ki?
szobában néhány napja. Na és? Mi bajod ezzel? Nemet váltott és kész. Amúgy nem a külseje zavar. Kezdem megszokni. Borzalmas, de hogyha nagyon koncentrálok, újra fiúnak látom. De akkor meg mi bajod? Hát az, hogy megpróbált becsapni. És sikerült neki? Szerinted ez olyan vicces? Csak szeretném tudni, hogy ki az úr még a háznál. Ha változnak az erőviszonyok, módosítok a hozzáállásomat. Szép is még. Te nevezed magad barátomnak? Részt vettem a skacok felnevelésében. Ez igaz, de te kaszkadőr is vagy. Sokkal jobban bírod az iramot. Nehogy azt hitt, hogy olyan könnyű ám velük. Rafi múltkor feje beleállt a hűtőszekrénybe. Mit csinált? Fejjel beleállt a hűtőszekrénybe. Te azt mondtad, hogy a motorja égett le. Ez igaz is? Miután Rafi felült? Tudod, mit kéne most tenned? Lenyugodni, mielőtt szívinfarktus kapsz? Nem, egyáltalán nem! Figyelj, még erre még visszatérünk. Nagyon, nagyon visszatérünk. Baromira! Ahogy azt hisz, hogy megijedtem? Én vagyok a magyar Buddha! A Krisna! A Tantra! Igen. Jó napot, Wagner Zoltán? Igen, én vagyok az. Hoztam a George Clooney bábút, tudja, hancurkodáshoz. Na, elmész te a büdös francba, mielőtt leégetem az arcot, bobám. De hát... Na és még te ítéled el a fiam? Öregem! A család fontos, de kell ide valami még. Na 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 na. Hisz ha repülni vágysz, kevés a végtelen ég. Na 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 na. De barátokkal a rossz is jó, a nehéz könnyebb s megoldható. Miattuk egy szimpla nap is jó. Na ne, oh, velük ne nincs határ, s a föld az ég, a csúnya pedig szép. A Wagner család, a Wagner család, ma Wagner, a Wagner család, őrül, de nem galád. Lehet pénz és hírnév a cél, s lehet akár császár, de legszebb dolog az, hogy jó úgy élsz, otthon szeretet vár. És hidd el, ha őszinte, cserébe semmit nem kér, semmi nincs, mi ennél többet ér. De barátokkal a rossz is jó, a nehéz könnyebb s megoldható, miattuk egy szimpla nap is jó. Velük nincs határ, s a föld az ég, a csúnya pedig szép.